Sziasztok, kedves barátaim! Mai napon beszélünk egy tradícióról, ami már nagy tradíció kezd lenni a világunkba, vegetarianizmus. És nagyon sok, egyre több fiatal ember követi ezt a tradíciót, vegetariánus, vannak sokan, akik vegánok. Gondoltam, hogy ma nézzük meg a védikus szemszögből is, meg az anyagi, tudományi szemszögből, miért jó lenni vegetariánusnak, vagy vegánnak. Védikus szemszögből úgy hívják, hogy ahimsa, ez azt jelenti, hogy erőszakmentes valaki. Nem akar senkit megölni, vagy szponzorálni Vágóhídon a húsbolt keresztül a állatmészárlását. Gyakorlatilag több személy, több okból, több céljából vegetariánus életet folytatja, és mi most nézzük meg, hogy milyenek vannak, és aki hol tart, mindenki nagyon szerencsés, de mindig lehet egyik szintről följebb menni. Az első, ami miatt sokan vegetariánusok vagy vegánok a erőszakmentes életet élnek, a himszák, mert az egészség, akarnak, hogy egészséges legyen a testük, és ami nagyon jó, és nézzük meg egy kicsit a tudomány szemszögből, miért hasznos test szinten lenni vegetariánus. Oké, akkor nagyon egyszerű lesz, mert a tudósok fogták példának egy húsevő állatot, fogták egy növényevő állatot és egy embert, és összehasonlították a testüket. Gyorsan szaladjunk át mi is. A húsevő állatnak ahhoz, hogy tudjon rágni a húsát, különféle fogai vannak, abból állnak, hogy vannak tépő fogai, tudjanak tépni, és oldalfogai, ilyen mint a giljotin, ilyen élesek, és tudzanak így metszeni a húst. A növényevő állatnak nincsen tépő fogai egyáltalán, hanem örlő fogai vannak. Az embernek nincsen tépő fogai egyáltalán, nem állnak ki, és oldalfogai inkább örlő fogai. Ez azt jelenti, hogy az embernek a száj szerkezete alakítva van a növényféle díjuk, dió, növény, gabona, zöldség, gyümölcs arra a megrágására. Következő pont, nézzünk a gyomorsavat. Fogták a tudósok a gyomorsavába, a húsevő állatnak gyomorsavába mondjuk bedobnak egy csontot. Az pillanatok alatt meg lesz emisztve, el lesz tüntve. A növényi evő állatnak a gyomorsavába beraknak, akkor sokkal kevesebb, így gyengébb koncentráció, a csonton semmi nem történik. Amikor az embernek a gyomorsavába belerakták egy csontot, semmi nem történik. Szóval a hús evéshez nagyon fontos erős gyomorsav koncentrátumára. De emberi és a növényevő állatoknak az azonos, majd nem egy kis van különbség persze, de nem alkalmas erre. Nem tud megemészteni rendesen a húsát. Következő pont, ez a bélhossz. A húsevő állatoknak a bélrendszer 6-szor hosszabb, mint a testhossz. Hogyha 1 méteres mondjuk a húsevő állat, akkor 6 méter a bél. Miért? Mert nagyon gyorsan meg kell erős sava megemészteni, és utána kezd bomlás, mérgezés, mérgek kezdenek alakulni, és gyorsan ki kell menni a testből ennek a húsnak. A növény lassan-lassan emésztődik, ezért a növény evő állatnak a bélhossz 12-szer hosszabb, mint az állattest. Ugyanúgy az embernek is a bélrendszer 12-szer hosszabb, mint az emberi test. Ez azt jelenti, hogy lassacskán emésztődik az étel, és mivel nem bomlik a megemisztett növényi étel, nem képzi mérgezést, ezért megvan ez az időtartalma, hogy rendesen és egészségesen megemésztődjön, és ugyanakkor felszívódjon, akkor ennek ilyen hosszú bél kell.
hogyha húst teszik valaki olyan hosszú béle, akkor persze fehérje, van pár hasznos dolog, de ugyanakkor mérgezés is ott van. A húsevőknek, hogyha megnézitek statisztikát, a betegségek és a súlyos betegségek százalékban sokkal több és sokkal nagyobb és erősebb, mint a vegetariánusoknak. Akkor nézzünk tovább. A körmei húsevő állatoknak mindenkinek karmai vannak. Növényevő állatnak patái vannak, embernek körmei vannak, és kezén nincs karmai. Következő, hogyan hűti le a testet egy húsevő állat? Nyelven keresztül általában kidugja a nyelvet. Hogyan szokott hűteni testet egy növényi élő állat? Pórusa keresztül. Nagyon jó mondtatok. És ember hogyan hűti a testét? Így, vagy izzad, mint a ló? Igazatok van a pórusain keresztül. Igen, és ez mind arra utal, megint, hogy növényevőként működik a testünk. Szóval lehet itt tovább folytatni, de gondolom ennyi elég. Szóval ezért a testünk jobban van alakítva a növényevéshez, vegetariánus vegán, ezért azok kapnak plusz csillagot és lájkot, akik egészség miatt vegetariánusok. Menjünk a következő szintre, a következő szint finom fizikai szint, ahol a tudatunk, vannak élményeink, és ahol működik a karma törvény. És a karma törvény szerint, hogyha valaki enni húst, ez egy agresszió. Szóval megülni egy állatot, az egy agresszió, az agresszor, és ez a negatív energia. És amikor megölnek ezt az állatot, a mészárosok, akkor ott van ez az agresszió energia, az állatban van egy félelem. Ő fél. Ki már látta, hogy állatok nem akarnak meghalni, mert éreznek ők lelkek, és ők ragaszkodnak a testükhez, és nem akarják, senki nem akarja, mert mindenki úgy beleél magát a testébe, hogy nem akarja ott hagyni a testét. Ez itt nagy félelem is. Mikor megölnek állatot, akkor a finom energia, a félelem és az agresszió, az ott marad abba a húsba. És amikor ember eszik, akkor ő mindig félni fog, és agresszív is lesz. Ez az egyik, és még ez a karma törő még finomabb, hogyha én megölöm valakit, vagy felbérlem valakit pénzzel, hogy megöljön, mert sokan mondja, én nem ölök meg, én csak veszek boltba, akkor a karma törvény szerint, hogyha én valakinek okoztam a halált, akkor nekem is fognak okozni a halált. Sőt, meg hogyha mi megnézünk egy alkotmány, vagy bűnügyi, vagy bűnös törvénykönyvet a bármilyen országba, és hogyha valahol gyilkosság történik, akkor mindig megtalálják a kivitelezőt, aki megölte, de mindig keresnek aki felbérelte. Mert nem mindig, és elkapják, mikor a bérlőt, aki lefizette embert, hogy öljen meg valakit, akkor aki bérlő rendelte gyilkosságot, ő mindig többet fog kapni. Több büntetés, mint a kivitelező. Szóval ez a karma törvény, és azok, akik nem akarnak, intelligens emberek, azért nem esznek, én gondolom van sok közöttetek, hogy nem akartok rossz karmát magatoknak, és a fájdalom, agressziót, meg megölni állatokat, az a kettes szint, még jobb, mint csak a test, lájkot kaptok, azok, akik ezért. És van még egy lelki szint. A lelki szint ez a szeretetnek a szintje, mert amikor valaki, mert szeretet ez egy érzelem, és ez egy érzékenység. Amikor én szeretek valakit, akkor én nagyon, most igazi szeretetről, akkor én mindig öt érzem. Rajta vagyok fókuszálva, és mindig akarok neki csinálni jót, hogy ő boldog legyen. És az, aki szeretne elérni ezt a igazi szeretetet, ami végtelen boldogság, akkor ő gyakorol érzékenységet. És például ő azért nem tud megenni az állatot, mert neki ez nagyon érzékeny pont, fáj, hogy most azért, hogy jól lakjak, valakinek meg kell halni, megszűnni, élni. És ez nagyon fáj, és ezért, akinek nincsen ez, de azért nem eszik hús, hogy ez az érzékenység felébredjen, mert
akkor lesz kifinomult, tökéletes szeretet, mikor ez a dolog felébred. És ennek van egy plusz, egy kiegészítő lelki szint, ami igazából a gyökér, a titok, hogy Isten is nem akarja, hogy enjünk a húst, és ő se eszik húst, és én azért nem eszek húst, hogy Isten nem akarja ezt tőlem, de én őt akarok szeretni, Istent, és hogyha őt akarok szeretni, akkor azt csinálom, ami neki jó, és ő nem akarja, hogy egyek húst, mikor én eszek húst, neki ez nem jó, akkor én ezért nem eszek húst, hogy Isten velem legyen elégedett, mert akkor én leszek érzékenyebb ettől, és igazán tudok szeretni Istent és mindenki mást, és akkor leszek végtelen boldog a világban és a saját helyzetemben, függetlenül, hogy mi van körülöttem. És akik ezért ezen a szinten vannak, ezért nem esznek húst, hogy mert Istent kéri, azoknak is like. Szóval köszönöm szépen, és gondolom minden szinten vannak, és ezen a szinten is vagytok, akik Isten miatt nem esztek húst, nagyon-nagyon dicsőséges, és minden, aki ezt gyakorol, hogy a vegetariánus, nagyon jó. De jobb mindig felemelkedni erre a szintre, mert mondják, hogy galambok és vegetariánusok, annyi sok állat is vegetariánus. Szóval, hogyha ember megragad, úgy el kell kezdeni, lehet valaki ezért is kezdi, hogy egészség, de ne maradjunk ezen a szinten, menjünk a tovább karma szint, hogy nem akarok rossz karmát, nem akarok agresszív energiát terjeszteni az életben, és utána lépjük még egy kifinomultabb, még magasabb lelki szintre, hogy Isten miatt nem eszek most. Az a legjobb. Írjátok kommenteket, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a videót, és hogyha van kedvetek, alul van szponzorálni, csatlakozni ilyen kis gomb a YouTube csatornán, és lehet megnyomni és támogatni a missziót, a csatornánkat. Nagyon szépen köszönöm, kellemes napokat kívánok, majd találkozunk. Hare Krishna!